A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt az ünnepi beszélgetések a Fehérvár Televízióban, és ebben az időszakban a várost érintő fontos területekről, a várost érintő ügyekről, és az élet, a mindennapos élet meghatározó szegmenséiről várunk ide beszélgető partnereket a stúdiónkba, amelynek mai vendége Pokrovecki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszöntöm a nézőket. A 2022-es esztendő egy igazán mozgalmas év volt, nagyon sok intézmény, de a Szent István Király Múzeum életében talán még hangsúlyosabban, hiszen a múzeum fennállásának az egyik legnagyobb, legjelentőségteljesebb beruháza valósulhatott meg. Azt hiszem, hogy ilyen fontos dolog ritkán adódik egy-egy intézmény életében. Ez így igaz, főleg ha figyelembe vesszük, ugye, hogy a legtöbb épületünk az műemlék vagy műemlék jellegű épület, ami az amúgy is nehéz hozzányúlni, de azzal, hogy ugye a főépületünk megújulhatott, azzal egy új lehetőséget is kapott ugye az intézményünk, egy csodálatos fogadótér, látogatóközpont került kialakításra, és hát ugye mégiscsak egy közel 44 ezer főt befogadó vagy látogató által megtekintett kiállítás nyílhatott ebbe az épületbe. Ugye hosszú volt azért az út, amíg az átadás megvalósult, azért az intézmény, az ott dolgozók költözködtek eleget, most már nagyjából helyre került minden a rendházban? Ja, most már nagyon rutinosak vagyunk a költözésbe. Ugye a téli leállás is egy picit a költözésre ösztönzött minket. Így gyakorlatilag lesz majd még egy költözés, amikor újra nyit az intézmény, ugye a rendház a téli időszakban zárva tart. Jövő ősszel, bocsánat, tavasszal valószínűleg ugye visszaköltözik a kollektíva az épületbe. Most ugye le van zárva erre az időszakra, hogy így is könnyítsünk ugye a energiárakon, és három helyszínre összpontosítottunk most ugye az idei évvégi, illetve jövő év elejét, gyakorlatilag téli időszakba. Ugye az Országzászló téri épületünkbe költözött a legtöbb kolléga, a vezetőséggel együtt egyébként. Ez az épület volt korábban amúgy is a múzeumnak ugye a főépülete, még Fitz Jenőjék idejében, csak akkor egy kicsit kevesebben használták, illetve ugye a restaurátor műhelyünkbe került még néhány kollega, illetve a mi nyitva lévő hetet-hét játékmúzeumba mentek irodai munkavégzésre is még néhányan, illetve hát ez az épületünk, hogy a látogatók előtt is továbbra is nyitva áll. Ami izgalmas még, hogyha jól emlékszem, akkor a Gorzium régészeti park is nyitva lesz, ez azért országban elég különleges dolognak mondható, valamint a nemzeti emléke is látogatható lesz téli időszakban, ez is újdonság, tehát azért próbáltak a szűk lehetőségek között is nyitni, mondhatjuk ezt? Így igaz. Gyakorlatilag, ha talán egyedüliként, de biztos, hogy nem sok, legalábbis én nem tudok sok olyan szabadtéri régészeti parkról, mely nyitva marad a téli időszakban is, tehát Gorzium már pedig látogatható, hát a kültéri részei természetesen, tehát ott is a főépület az lezárásra került, de a park maga az most is látogatható, illetve jövő év elejétől is látogatható lesz. Most ugye a karácsonyi időszakra ott is lesz egy kisebb leállás, mint ahogy egyéb épületünkben is. A nemzeti emlékhelyen pedig előzetes bejelentkezés alapján szintén a kültéri részek látogathatók. Ott épp a napokban döntöttünk amellett, hogy ha oda téved egy látogató, ugye akkor egy telefonszámmal be tud jelentkezni már ott a helyszínen, és nyitvatartási időben természetesen, és akkor egy teremőr kollega ki fog menni a helyszínre. Úgyhogy itt is próbáltuk egy picit gördülékenyebbé tenni a helyszín látogatását. Ugye ott állandóan nem tudunk teremőrt biztosítani, de betelefonálás alapján azonnal mennek a kollégák, hogyha valaki látni szeretné.
Ugye műsorunk elején említettem azt, hogy egy nagy horderejű, több mint 5 milliárdos beruházás eredményeként ugye megújult a teljes rendház épülete, a múzeumnak ez egy csodálatos főépülete lett. Ez milyen lehetőségeket nyitott meg az intézmény előtt? Most már biztos azért némi tapasztalat van. Így igaz. Ahogy említettem én is a bevezetőben, ugye ez nem csak mint főépület hasznos és megújult, de hát természetesen itt a munkahelyeket, a munkaállomásokat is azért ki kell emelni, hiszen ugye a teljes épület gyakorlatilag a pincétől a tetőig megújult, tehát a munkakörülmények is jelentősen javultak, de ami igazán fontos ugye, hogy a maga kiáltó tér olyan gépészetet kapott, hogy gyakorlatilag ami fizikailag elfér benne, azt be tudjuk mutatni, tehát minden igényt ki tudunk elégíteni, most már külön tudjuk szabályozni a páratartalmat, hőmérsékletet, rögzítés a rendszer, tehát folyamatosan nyomon is lehet követni, tehát ilyen lehetőség eddig nem volt ugye fehérvári viszonylatban. És hát a említett látogató központ is, ugye egy új funkcióval tudja bővíteni a lehetőségeinket, illetve ott egy kamerarendszer is kiépítésre kerül, amellyel élő közvetítéseket, kerekasztal beszélgetéseket, számtalan rendezvényt tudunk akár rögzíteni, akár élőben adni. És hát ne felejtsük ugye a díszudvarunkat se, amit már ugye augusztusban meg is tapasztaltak a kedves látogatók. Szerencsére szinte csak teltházas rendezvényünk volt, úgyhogy van is rá igény. Ez is kiderült. Számtalan koncertet, könnyed nyári esti szórakoztató műsorokat, rendezvényeket tudunk most már szervezni benne. Tehát itt nem csak a kiállítás, hanem egyfajta teljes körű kiszolgálása gyakorlatilag a közönségnek, és akkor még a múzeumpedagógiát nem is említettem. A cél lehet az, hogy a közösség irányában jobban nyisson egy múzeum? Hát hogy nem csak hogy cél lehet, ez gyakorlatilag most már nemzetközi elvárás, és ugye az ICOM megfogalmazta ugye a múzeumi definíciót is, amelynek az egyik része pont a közösség felé való nyitás, és ez egyébként már Magyarországon korábban is elindult, nálunk is, tehát itt Székesfehérváron is. Elég csak ugye a önkéntes régészeti közösségi csoportokat említeni, de egyébként más területen is ez megmutatkozik, természetesen nem lehet egy szűk területre leszűkíteni. Tehát a múzeumnak a jövője mindenképp az, hogy a közösségeket minél szorosabban bevonni egy-egy program, egy-egy tárlat, vagy egy-egy témakör kapcsán a múzeum életébe, tehát hogy fontos legyen az embereknek a múzeum, ne csak egy kiállítást lássanak, egy kiállítóteret, ami nem ad nekik semmi pluszt, hanem egy picit érezzék ennek az egész múzeumi létnek a varázsát tulajdonképpen. Akkor gondolom, hogy azért is volt szükséges, nemzetközi szinten is azért gondolták újra a múzeum definícióját, mert hát változott a körülöttünk lévő világ is, és mondjuk volt egyfajta igény is erre a szakma részéről is? Hát gyakorlatilag ugye folyamatosan változunk, így gyakorlatilag a 21. század ugye új kihívások elé is állította a modernkor emberét, így a múzeum látogatót, illetve magukat a múzeumokat is, tehát hogy már idejét múlt az a múzeumi kép, hogy van egy régi poros épület, és akkor elhelyezünk benne egy tárgyat, és akkor az a kiállítás. Tehát itt nyilván bátran kell most már nyúlni egyrészt a közösségek minél jobban való bevonásához, de ugye a 21. század vívmányait is minél széles körülben ki kell használni, illetve hát minél interaktívabbnak kell lenni most már egy-egy tárlatnak, kiállításnak. És mint ahogy az előbb is mondtam, hogy nem csak mint kiáltó tér kell, hogy megjelenjen már egy múzeum, hanem egy komplett programot kell fölépíteni egy-egy témakör kapcsán. Ez nagyon izgalmas, amit említettél, mert ugye a 21. század vívmányai eszközei. Fontos talán az is, hogy legyenek fiatalabb korosztályba tartozó gyerekek, kisiskolások, akikből ugye a jövő múzeum látogatói lesznek. Nőket talán még inkább ezekkel az eszközökkel lehet megfogni, nem? Biztos, hogy ez is vagy van egy ilyen helyes arány, amit a kettő között meg lehet találni? Ezt azért, tehát nyilván korábbi években is meg lehetett figyelni, hogy vannak tipikus korosztályok, akik nagyon
nem mondhatnám, elkerülik a múzeumokat. Tehát korábban inkább az idősebb korosztály ugye látogatott, most már egyébként mi is egyre több együttműködést kötünk szervezetekkel, iGenerációért Egyesület és a többi, akik ugye már bevonzák a tizenéveseket szintén a múzeumokba. Tehát hogy erre kell minél jobban ráfeküdni, és hát ugye nagyon fontos a múzeumpedagógia, és amit említettem, hogy már óvodás korba gyakorlatilag megszeressék ezeket a rendezvényeket, foglalkozásokat, illetve hát ugye tanuljanak is ezáltal a gyerekek, illetve a múzeumban járást megszeressék, mert ugye kell az utánpótlás. Tehát, hogyha a fiatalokat nem fogjuk meg, akkor előbb-utóbb eljutunk oda, hogy senki nem fog múzeumban járni. Mondjuk, hogyha a nyári rendezvényekre gondolunk, akár régész homokozóknál például, ott tényleg kifejezetten meg lehet szólítani a kisgyerekeket, vagy akár a díszudvarban, a királyi napok alatt szerintem az biztos, hogy a félvárosban látogató csapat annyi érmét vert ott, és nem tudom, milyen egyéb ilyen lovagi programokon vett részt, hogy azért ez azt mutatja, hogy igenis meg lehet még szólítani, és nyilván más-más korosztályt, más-más eszközökkel. Ez így igaz. Egyébként a régész homokozót meg a éremverést a apukák szerették talán jobban a gyerekeknél. Ezt mindig program. Megfigyeljük, ez így igaz, komplett családi programként fogható fel szerencsére. De hát így igaz, minél változatosabb és minél sokrétűbb programokat kell kitalálni, és akkor ide csatlakozik a zene is, ugye, hogy könnyed nyáresti, és nem csak komoly zene, hanem a könnyed jazzes, bluesos, bármilyen könnyebben emészthető zenét is be kell vinni a múzeumi terekbe, és van rá igény, tehát, hogy említettem is, teltházas rendezvényeink voltak augusztus folyamán. Kíváncsiak is az emberek talán a múzeum tevékenységére, azért folyamatosan lehetett olvasni az elmúlt időszakban is régészettel kapcsolatos, de akár történettel, történelemmel kapcsolatos eseményekről, beszámolókról is, ami sokakat érdekelt. Hát így van, egy közönség vélemény felmérést is készítettünk ugye ezen időszak alatt, és ebből is az derült ki, hogy inkább a történeti régészeti témakörök érdeklik a legjobban a közönségünket, legalábbis akik kitöltötték ugye a kérdőívet, ők ezt választották a legnagyobb arányban, ha jól emlékszem, több mint 40%. Tehát igenis van igény rá, és picit szeretnénk ugye mi is megmutatni magunkat, tehát hogy a kollégák is mit csinálnak, tehát a hétköznapjaikat úgymond, ami egyébként érdekes lehet a külső szemnek, aki nem vesz részt a munkafolyamatokba, tehát akár egy restaurálás, vagy egy-egy érdekesebb feltárás, bár idén a feltárásokra se panaszkodhatunk, azt hiszem, hogy elég sok címlapos ásatásunk volt ebben az évben, elég csak a Szeúzó épület együttest említeni, vagy a négy karés környékén zajló, ma is tartó feltárásokat. Az gyakorlatilag az a feltárás az egészen december 20-21-2-ig ment, tehát az is sokakat érdekelt, így, ahogy igaz. Ott a helyszínen lehetett látni, azért mindig volt egy-két kíváncsiskodó szempár. Igen, és hát ugye a fehérváriakat ez amúgy is különösen érdekli, hiszen Fehérvárnak a történelmét kutatjuk, ráadásul a legkorábbi időszakokból, tehát ez különösen kiemel, de hát a Szeúzó is egy olyan témakör, ami ezen a környéken azt hiszem, hogy nem kell elmagyarázni még jobban. Igen, ezek ugye fontos régészeti eredmények, de hogyha eredményeknél tartunk, akkor mi lenne az, amit még így ki lehetne emelni az idei esztendőben a Szent István Király Múzeum életéből? Hát a Szent István Király Múzeum életében most tényleg ebben az évben nagyon sok minden történt, és nagyon sok mindent ki lehet emelni. Szeretném megemlíteni egyébként, megint csak visszatérek egy picit a múzeumpedagógiánkra is, ami nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, köszönhetően a remek szakembereknek. Tehát ott olyan új foglalkozások és élő történelem óra keretében zajló rendezvények kerültek megalkotásra, illetve bevezetésre, amelyek tényleg ilyen élményszerűvé teszik az egész múzeumba járást. Tehát az előbb említett, ugye megújult főépületünk és a kiáltás megrendezés, a királyok és szentek kiáltás megrendezés, az mindenképp kiemelkedik ebbe az évbe. Egyébként a legtöbb kapacitásunkat is lekötötte, hiszen azért nem vagyunk hozzászokva nap, mint nap egy ekkora kiállításnak a megrendezésére, tehát reméljük ez a jövőben majd változik. De most már ez hagyomány lehet talán, hiszen van alkalmas kiállítótér,
és már tapasztalat is van. Így igaz, tehát hogy itt most már a mérce ugye elég magasan van ahhoz, hogy akár évről évre, vagy bizonyos időszakonként hasonló jellegű kiállításokat tudjunk tartani, vagy rendezni ebben az épületben. Illetve hát ne felejtsük el, hogy a pandémia miatt ugye sokáig nem volt rendes múzeumok éjszakája, ugye azt hiszem 2 év után ez volt az első igazán nagy városi szinten megrendezett, több intézmény összefogásában megvalósult múzeumok éjszakája. Itt is, mint eddig is, a Szent István Király Múzeum adta a legtöbb helyszínt, tehát itt a kollégák abszolút kivették a részüket az egész eseménysorozatból, és hát a Florália mellett sem menjünk el, amit mindenképp kiemelnék, hogy talán ennyi hagyományőrző egyesület még nem is volt meghívva, de akik színesítették ugye meg az egész hátterét, az egész feelinget megadták a rendezvénynek, tehát az is nagyon jól sikerült, és mindenképp kiemelendő, úgyhogy én most ezekre gondolok így elsősorban, pozitívumként. Voltak fontos események, voltak fontos rendezvények, és talán az is fontos, hogy mindegyiket tényleg sokan látogatták, sokan érdeklődtek, a utolsó zárás előtti utolsó pillanatokban is még többen elmentek akár a Tóbel kiállítást is megnézni, hogyha itt a decemberi utolsó momentumokra gondolok. Nyilván a jövő esztendő az egy új és tartalmas év lesz, és a Szent István Király Múzeum 12 kiállító helye, az bővülni fog, hiszen a legutóbbi közgyűlési döntésen erről is lehetett már olvasni, erről többet megtudhatok? Így igaz, tehát nem titok most már, hogy a Bazilika Történeti Kiállítás és Látogatóközpont, ugye a Szent István Király Múzeum kiállító helye lesz a jövőben, illetve hát a közgyűlés már meg is hozta róla ugye a döntést, most az alapítókirat módosítása van folyamatban, hogy ezt hivatalossá is tegyük, tehát ez mindenképp egy kiemelt kiáltó helye, kiáltó tere lesz az intézménynek. Ugye ez egy fajta szervezeti módosítással is jár, ugye kiemelt funkciók, kiemelt szerepkörök tartoznak most már az intézményünkhöz, és ugye lesz egy főigazgatóság, és gyakorlatilag a vezetési struktúra szervezeti felépítés egy picit megváltozik, picit, ha lehet ilyet mondani, nagyobb lesz a múzeum, bővül több funkcióval, illetve hát ilyen remek kiállító helyekkel. Tehát már önmagában is a megújult rendház is egyébként, meg a új látogatóközpont is, a volt köztársaságmozi épülete is külön vezetést igényel már tulajdonképpen, egy átgondolt stratégiai vezetést a jövőben. Akkor mondhatjuk azt, hogy 2023. januárjában már főigazgatóként köszönhetünk? Gyakorlatilag ilyen a közgyűlési határozatban látszik. Így van, ez is szerepelt, hogy a jelenlegi igazgató, igen, mint főigazgató folytatja tovább, jelen esetben ugye én. Ugye évértékelő ez a mostani beszélgetésünk, de hát ez egy kicsit adta is az apropót arra, hogy előre tekintsünk, akkor ez egy fontos feladat lesz, gondolom, a múzeum életének legalább az első negyed évében, hogy ez átdolgozásra, kigondolásra kerüljön. Aztán nyilván alakulnak majd a különböző energiaárak, és akkor lehet tudni, hogy április 30-án, vagy azt megelőzően esetleg, hogyha van rá mód, nyithat-e az intézmény. Ez nyilván azért meg fogja szabni a következő évét is, meg az ütemezését is a múzeumnak. Erre már készültök? Hát így igaz. Gyakorlatilag nyilván attól függ, hogy mikor nyithatunk. Ugye jelen tudásunk szerint ugye április 30-ig zárva vannak a bizonyos épületeink, de azt se felejtsük el, hogy a jövőre 150 éves az intézményünk. Ezt egyébként úgy tervezzük, hogy egy bicentenáriumi eseményként éljük meg, tehát egy picit áthúzódik majd 24-re is. És akkor most már egy kicsit így előre is vetítettünk, mert erről majd később be fog számolni az intézmény is, ugye? Így igaz. Tehát akkor ez egy meghatározó bicentenárium lesz. Hát gyakorlatilag ugye a jövő évünk, meg hát egy kicsit a 24 is mindenképp e köré kell, hogy épüljön, tehát egyszer 150 éves egy intézmény, ekkora intézmény. De hát akkor átmegyünk egy picit a jövőbe, akkor nem évérték előtt tartunk.
tulajdonképpen itt nyilván készülünk majd egy nagy kiállítással, hozzákapcsolódó kommunikációs és sajtóeseményekkel, konferencia, kötet, tehát hogy itt a következő két évben mindenképp meghatározó lesz ez az esemény. Ha egy kicsit így személyesebbre vesszük a gondolatokat, akkor hogy értékeled személyesen az idei esztendőt? Nagyon nehéz volt, azt mindenképp kiemelném. Tehát egy ekkora kiállításnak a megrendezése, egy ekkora újításnak a megélése, tehát személy szerint is új kihívások elé állított engem is. Nagyon jó tapasztalat is volt egyben, tehát nagyon sok tapasztalatot szereztem én is ezen időszak alatt. Szerencsére olyan kollégákkal voltam azért körülvéve, hogy meg tudtuk ugrani, amit meg kellett, de itt ugye nyilván a fenntartó önkormányzat is nagyon sokat segített, tehát önerőből a múzeum azért nem lett volna képes jelenleg egy ekkora tárlatot megrendezni, nem hiába három intézmény is rendezte ugye együttesen. Tehát az én személyes megélésem mozgalmas, tehát hogy nem unatkoztam, mozgalmas volt, és egy percig nem lehetett lazítani. Egy picit várom is már a karácsonyt, hogy hát ha egy picit el lehet lazulni, és kicsit a családdal lenni. Ugye két kisfiam van, az egyik most ment óvodába, a másik meg még most lett 7 hónapos, tehát egy picit ők is hiányolnak, vagy szeretnék, ha többet ott volna lennék. Hát meglátjuk, hogy a főigazgatóként erre mennyi időm lesz. Bár ha egy operatív igazgató irányítja a múzeumot, akkor nyilván ezek a feladatok majd megoszlanak, legalábbis reményeim szerint, és egy picit jobban tudok inkább a stratégia és egyéb dolgokra koncentrálni, az talán kevesebb fáradtságot igényel. Vagy más jellegű fáradtságot. Más jellegű fáradtságot, igen. Meg hát ugye egy intézményvezetőnek nyilván ez a lételem, gyakorlatilag, hogy magát a stratégiai döntéseket meghozza, kialakítsa, és ne feltétlen a legkisebb dolgokkal foglalkozzon. Mondjuk azért az elmúlt időszakban mondhatjuk azt, hogy a válságmenedzsmentben mindenképpen tapasztalatokra tettél szert. Az elmúlt 3 évben, igen. Épp viccelődtünk is a kollégákkal nemrég, hogy ugye 2019. decemberében lettem hivatalosan igazgató, és akkor következő év februárjában már jött a pandémia, úgyhogy onnantól kezdve csak válságmenedzsmentben élünk. Tehát ebben igen, sajnos már nagy tapasztalatra tettünk szert, de gyakorlatilag ez még a tapasztalt vezetőknek is hiányzott az ilyesfajta tapasztalat, mert hát ilyen mondjuk senkinek nem volt része a jelenleg aktív múzeumvezetők közül. Mondjuk ilyenkor azért mondjuk egy ilyen helyzet lehetőség arra, ad-e mondjuk módot, hogy az ember egy kicsit jobban átgondolja a stratégiát, vagy mondjuk nyisson, akár észrevegye a pályázatokat, vagy mire ad lehetőség? Mert nyilván érdemes a pozitív részét is mindig megnézni egy ilyen helyzetnek, legalábbis én azt gondolom. Hát én is azt mondom, hogy például egy ilyen válsághelyzet az mindig lehetőséget ad a változtatásra is, vagy hogy átértékeljük, hogy mit hogy csinálunk. Egyébként 3 éve csak újra tervezünk, tehát ahogy nekiindulunk mindig az évnek, ugye még év elején nem tudtuk, hogy például ilyen energiárak lesznek, vagy legalábbis azt semmiképp, hogy bezárnak intézmények, tehát eleve máshogy terveztük már az elején ezt a helyzetet. Ugye most a pályázatok kapcsán is, hát reméljük, hogy lesz lehetőség ugye épületek korszerűsítésére, mert az uniós források megérkeznek, akkor minden bizonyal lesznek ilyen pályázati lehetőségek is, tehát hogy erre mindenképp figyelnünk kell. Ugye nekünk amúgy is az épületeink műszaki állapota nem minden esetben kielégít, ugye műemlék épületekről beszélünk, ahol amúgy is ez egy nehéz kérdés. Illetve hát az egyéb esetekben is, tehát például épp valamelyik vezető értekezeten beszéltünk a kiadvány politikánkról, hogy érdemes új kiadványstratégiát alkotni? Új kiadványstratégiát dolgozzunk ki, illetve nem csak a árusítás terén, mert ott is egyébként minél jobban elérhetőbbé kell tenni ugye a nagy közönség számára, hanem egyáltalán magát a stratégiát is, hogy a jövőben milyen típusú kiadványok szülessenek, és hogy oké, van a tudományos része, de ugye kell a népszerűsítési része is, legalábbis ami eladható, jobban eladható és jobban fogyasztható, de ugyanakkor tanulni is lehet vele természetesen.
természetesen, mint múzeum vagyunk, nyilván ragaszkodnunk kell bizonyos értékekhez, de jobban nyitnunk kell a nagy közönség felé. Amikor a mai alkalomról egyeztettünk, hogy mikor is beszélgessünk, akkor arra kértelek, hogy hozzál magaddal egy tárgyat, és hát nézőink láthatják a beszélgetés eleje óta, hogy itt egy, én nem akarok butaságot mondani, de ez egy hiper-szuper gitár van itt. Egyrészt mit lehet tudni erről a gitárról, és miért őt választottad? Ez igen, nagyon, nagyon sokat gondolkodtam, kicsit akkor fel is veszem. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit hozhatnék. Először gondoltam, kitolok veled, és csak egy pengetőt hozok, és akkor megmondom, hogy ez tartozik egy gitár is. Ez egy Tim Armstrong Signature Fender gitár. Őről annyit kell tudni, hát a Tim Armstrong az egy népszerű amerikai punk rock zenekarnak a vezető, alapító gitáros énekese. Nem ezen a típusú gitáron játsza nyilván azokat a zeneszámokat. Neki van egy akusztikus felállása is. Hát én ilyen zenéken nőttem fel, gyakorlatilag diák éveimet is, punk rock zenekarba is töltöttem. Nem csak ugye ilyen zenéken nőttél fel, hanem zenéltél is, ugye? Zenéltem is, igen. Hát sajnos most már egyre kevesebb időm van, tehát most nyilván nem is fogok koncertet adni most sem. És ami miatt fontos, meg kötődik hozzám ez a gitár is, nyilván, tehát otthon nekem van elektromos gitárom is, de ezt az akusztikus, vagy elektroakusztikus, mert ez egy elektroakusztikus egyébként, ezt is rá lehet dugni az erősítőre. Tehát ha koncertezni kellene, akkor az is megoldható lenne. Rá, abszolút alkalmas rá. De ugye is említettem, hogy van két kisfiam, és én nagyon sokat szoktam például rajta játszani nekik, és hát úgy vettem észre, hogy szeretik, és megnyugszanak tőle. A nagyobbik kisfiamnak volt nemrég egy műtétje is, és feljátszottunk a feleségem telefonjára néhány dalt, és akkor azt játszottam neki esténként a kórházba, úgyhogy elég jól sikerült, és megnyugtatta. De most már 7 hónapos pici is elég jó vevő erre a fajta zenére. Nem gyerek dolgokat szoktam egyébként játszani. De szeretik. Szeretik, igen, igen. Tehát nyilván amilyen zenei közegbe mozogtam onnan, amit át lehet vinni akusztikus gitárra. Azokat szeretem játszani, az nem mindig a népszerű dalokat jelenti, de abszolút, abszolút szereti. Nem kérem, hogy koncertet, de néhány taktust azért csak ki fogok kicsikarni. Van hangja a gitárnak, igen. Igen. Hogy a gitárt szólaltassuk meg, és mit hallhatnak. Most le vannak fagyva egy kicsit a kezeim, tehát gondolkodtam, hogy mit játszok, ez egy Graveyard at Maximum a zenekar neve. Ez egyébként egy magyar zenekar, sajnos már feloszlott. A diák évei meghatározó zenekara volt, nagyon sok koncertjükön részt vettem. És ezt is szoktam egyébként a gyerkőcöknek játszani. Tulajdonképpen ez is egy punk rock dal, de van egy akusztikus eleje, úgyhogy kicsit az elejével egy kis ízelítőt, de az újjém remélem, hogy bírják, mert hideg van kint. Nagyjából ennyi az elejét, jönne egy kis ének, de megígértem, hogy nem fogok senkinek énekelni, és akkor van egy kis intro része. Nyilván elektromos gitáron jobban hangzik, de nagyjából ilyeneket szoktam, meg hát nyilván szoktam Green Day klasszikusokat játszani rajta, meg volt egy olyan zenekar is, hogy a Blink 182 magyarosítva a nevük, azt hiszem most újra alakul, de hát már nem jó 10 éve, 10 akárhány éve nem követem őket, tehát azok az egyszerűbb nóták, amiket át lehet írni akusztikus gitárra, és hát a gyerekek nagyon élvezik ez a... Biztos ismeri mindenki. Majd be is kéne hangolni. Köszönöm. Úgyhogy én őre gondoltam. Köszönöm szépen, hogy elhoztad a gitárodat. És hát
Esetleg majd a Múzeum Akusztik zenei programjában kíváncsian olvassuk majd jövőre. Fellépés nem vállalok egyetlenre. A fellépők nevét. Azt köszönöm kéne kicsit gyakorolni. Köszönöm én is a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel holnap is jelentkezünk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Viszlát. Köszönöm én is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.